Az országgyűlés 2012-ben nyilvánította a kuláküldözés idején tönkretett magyar gazdákat, illetve magyar gazdák emléknapjává június 29-ét. A kuláküldözés áldozataira emlékezett Kiskunhalas. A városi megemlékezés első helyszínén a Torma János Múzeumban Bagi Bence, a Halas és környéke gazdakör elnöke mondott beszédet. Ma sem tanulság nélkül való felidézni, hogy a II. Világháború után a szovjet segítséggel berendezkedő kommunista diktatúra hogyan bánt el a falusi társadalom független szereplőivel, a nagy gazdákkal, a középparasztokkal és a polgárosodó társaikkal, valamint érdekvédő szervezeteikkel, kisbirtokos szövetséggel és a kisgazdapárttal. Magát a szót a Szovjetunióból importáltuk. Nálunk a háború után még évekig nem volt igazán használatban a zsíros paraszt, vagy a basa paraszt járta inkább. Ahogy egy vidéki kommunista napilap fogalmazott már 1947-ben, a zsírszag, mint szimbólum leng a gazdák háza felett. Az 1949-től évente kiadott terménybegyűjtési rendeletek jogilag próbálták körülírni a figuráját. Főszabályként a 25 holdas vagy 300 aranykorona birtokküszöb feletti gazdálkodók minősültek kuláknak. Míg az 5 holdalat gazdálkodókat ilyen kötelezettség nem terhelte, addig a felső birtokkategóriához tartozókat már akkora teher sújtotta, amely magasabbra rúgott, mint a megtermelt összes terményük. A beszéd felidézte, hogy hajdanán mi mindent kellett átélnie a kuláküldözés áldozatainak, a gazdáknak és családjaiknak. A személyes tragédiák és az orvosolhatatlan veszteségek dacára, a parasztságnak ez a tehetséges része később mégiscsak boldogult valahogyan, ha nem is a saját maga által választott módján, apai, nagyapai életmódját folytatva, hanem a városban, vagy éppen a néhány év, évtized múlva létrejövő TSZ-ek vezetőiként. Mert hogy a kulákok megrendszabályozásának, túladóztatásának, vegzálásának és megbüntetésének nem volt gazdasági észszerűsége, vagy elfogadható jogi indoka, pusztán politikai osztályharcos szempontokat követett. A parasztság a magyar kultúra őrzője volt. Táncainkat, dalainkat, a magyar nyelvet mentették meg a történelmünk virágzó és viharos évszázadai során egyaránt. Az üldözésükkel gyökereinket, identitásunkat pusztítottuk el. Illetve pusztították el. A Kiskunhalasi Városház épületének múzeum felőli szárnya a II. Világháborút követően szűk 10 évig volt az akkori belügyminisztérium egységközpontja. Működött itt rendőrség, bíróság és börtön is egyaránt. De az emlékezés nyelvére lefordítva ez nem jelentett mást, mint sokak megkínzásának és életük megnyomorításának a helyszínét. A Városháza utcában őrájuk emlékezünk ma délután, és minden évben legalább egyszer. A megemlékezésen az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület adott műsort. Az emberek jöttek-mentek a csúszós sárban, sűrűn, idegenül, magányosan. A legtöbben előrehajolva jártak, olyan testtartással, mintha láthatatlan targoncákat vonszolnának. Vajon mit fuvaroznak ilyen kísértetiesen? Nem boldogságot, világért sem. Attól nem görnyed úgy előre az ember. Szenvedést fuvaroznak a ködben, ki-ki a magáét. Ezen a napon egy ördög ilyen elfajzottkor ártatlan áldozataira emlékezünk. Hajtsunk fejet azok előtt az emberek előtt, akik megszenvedték az 1950-es évek borzalmait, és reménykedjünk abban, hogy a jövőben a jelen fiataljainak nem kell majd kopjafát állítani azért, mert valakit ok nélkül meghurcolnak. A Dékány Árpád Technikum diákjai a mai kor emberéhez is szóltak. A mai kor embere nem alhat el. Mindent meg kell tennie, hogy ezek soha többé ne fordulhassanak elő. Emlékezzünk, viszont soha ne feledjük azokat az embernek talán nem is nevezhető személyeket, akik ezeket a szörnyűségeket eltervezték és végrehajtották. Jóvá tenni azt a sok rosszat és igazságtalanságot, ami akkor történt, nem lehet. Viszont tehetünk sok jót is, ami elhagyja a rosszat. Csak rajtunk múlik. A magyar ember nem felejt, és nem fogadta el annak a kornak és hatalomnak a magyarázatát. A megemlékezés következő helyszíne a Városháza utcai emléktáblánál volt. Itt koszorúkat, virágokat helyeztek el az emlékezők.
Elsőként Kuris István László alpolgármester és Bagi Bence, a Halas és környéke gazdakör elnöke, majd a jelenlévő pártok, szervezetek, egyesületek és intézmények képviselői is lerótták tiszteletüket a kuláküldözés áldozatai előtt.